tavaszi rajtotok nagyszerűen sikerült, a Puskás Akadémia ellen egy győzelemet tudtátok indítani a felsőházat. Múlt héten pedig a második fordulóban Győrbe látogattatok. Az időjárás nem kedvezett egyik csapatnak sem, de ettől függetlenül nagyon értékes egy pontot haza tudtatok hozni. Összességében hogyan értékeled az eredményt? Az egyes döntetlen mindkét csapat számára reális eredmény volt. Az időjárás megnehezítette a dolgunkat, de értékes egy pontot hoztunk haza. Mindkét eddigi mérkőzésen most tavasszal pályára tudtál lépni, most az edződ kezdőjátékosként számít rád szombaton. Egy olyan Ferencváros ellen fogtok játszani most hétvégén, akik az első és a második fordulóban nem tudtak pontot szerezni, kikaptak mindkét mérkőzésen. Milyen előjelekkel várjátok ezt a mérkőzést? Mivel mindkét meccsen kikapott a Ferencváros, szerintem nem érdemelték meg. Nagyon agresszív és jó csapatra számítunk hétvégén. Különösképpen nem készültünk rájuk úgy egész héten, hogy külön edzést csináltunk volna, vagy bármit. Ugyanúgy fogadunk minden csapatot, szerintem nyerni fogunk, és volt szeretnék szervezni. Sok sikert kívánok hozzá, és győzelmet is, hiszen a felkészülés alatt sikerült őket megvernetek, és bízunk benne, hogy 3 pontot tudtok szerezni. Sok sikert kívánok! Köszönjük!